hogy ilyen kis lelkesek vagytok, és mindenki hajnával a bulival, meg a szerelmeim, ha már itt maradtatok faszok Kálik urai Budapesten, akkor legalább illet megkapcsoltuk a légkondikat, úgyhogy kurvára mennek a légkondik, meg a szerelmeim, mint egy 13 fok volt este, amikor bejöttem, most már, kicsit most már melegebb vagy, ugye szerelmem, a csokorát. Anyánál van hőmérő, vállalok alulról az önmérőzést, úgyhogy már lehet első nap behozza a hőmérőt, hogyha valaki igényíli, akkor megmérjük a rendszert. De írt egy édes drága régi törzsvendék hölgy, hogy jön egy fiúval, aki mexikói, de Amerikából jött. Mondom, bassz, hogy tényleg. De hogy miért? Az öt legfertőzöttebb ország között van Mexikó és Amerika. Welcome to Budapest, úgyhogy megkapod a passzomat. Szólok a köhög, megbasszom, tehát az biztos, hogy az biztos, mert akkor ugye jó, mert így vagyunk, mert még van a szociális távolságtartás, akkor tudod, mert ő így csinál, anya meg így csinál, és akkor kurvára megvan. Emlékszel még milyen az Balázska csokornak? Rég volt már, amikor megpakoltak, mint a nagy bőjöldöt, mert hogy ugye utazási tilalomban, ugye ilyenkor az ember annyira nem utazik, vagy ha igen, akkor csak ilyen kis kézi podgyász van. A szomszédban, hát erről meg azért nem mondhatjuk, hogy kézi podgyász. Na! Drága szerelmeim az úrban, van egy nagyon rossz hírem is számotokra. Ma én leszek az egyetlen idős kövér férfi, aki nőnek öltözött, meg ízi beteg, lebetegedett a drága asszony. De csak hívfosása van, tehát nem covidos. Csak valamit beszabályt a kurva délután, és úgy érezte, hogy sokat tegyük a YouTube-on is, úgyhogy reméljük holnapra. Két opció, vagy kileheli a lelkét, vagy kifossa a belétel, jön holnap már jön minden, elkövet, mint egy 4 tonna szén tablettával fog vacsorázni a nyomorúj, és holnap már jön. Beírtuk ma neki a dondolót, hogy egy picit lesz majd ilyen kis bökkenő az emelkedő ívben, mert én leszek majd a helyén. Hát, érdekes lesz. Na, mindig az elején akartam valamit csinálni, és ezt átkaptam, mert mikor kapja be a faszomat, az is 10 órakor, ha ettől tudtunk volna helyette hívni valaki, sporoltunk a vállalatnak egy rakott pénzt. De nem baj, mert ez is jó hírnek a szerelmeim, ugyanis kicsértek el, az idén nem volt még ilyen. Tehát ezt ünnepeljük meg, hogy július 31-én minden WC-n van deszka. És azt mondja nekem drága Zsuzsink, aki ott lelkesen takarítja a körbehúgyozott vécéket, hogy képzelje Zoltán, mert édes, mert magázodunk, képzelje Zoltán, minden vécén volt ezt, akkor valamit elrondozunk akkor. Akkor azonnal hívjuk a prívő semmi, és mondtad, hogy áldja meg, mert az az első, utolsó nap ugye, hogy a vécén van veszka, mert nyilván a buzik, nem tudom, hogy mit csináltok, mert egy 30 éve ugyanaz az egyeztem szarok otthon, de hogy itt miért nem tud megmaradni, azt meg egy hétig, hát az ember nem tudja, Na, hát ezt kibeszéltük. Kibeszéltük a kicsi balagát, valamint a vécén veszkát, úgyhogy most már kezdhetünk valami komolyabbat is. A Csak Unikum jó voltából, drága szerelmeim, akciós a Gin Tonic, hát ez is már rég volt. Úgyhogy valamilyen nagyon fura neve van, Kalumba vagy Kolumba, vagy nem tudom, valamilyen nevű elbaszott csint árulnak, de tessenek megkóstolni, mert biztos, hogy nagyon finom. Jól látom, hogy tényleg valami gyönyörű mennyasszony. De édes, egy tapsot nyújjunk mennyasszony. Jó erőt és szerelme, mert nagykárt nem tesznek belé, úgyhogy nem lehet akarok mondani. Nagykárt nem tesznek benne, de tudod, hogy hova hoztak, ugye? Na jól van, ezért jöttél ide, mert egyébként a picsakrébe lettél volna, hogy egy jót akartál volna kúrni, de hát ő úgy érezte, hogy inkább egy picit is a sok kulcsi hajtogató gyönyörű fiatal ember között, egy picit elbulizva, nem a szerelmény. Csongoltatjuk innen is a zavát, a cérundát, és
és az ötös ilyen pulóveripari vállalatot, ahol kizárólag puccancs formáról alkalmaz az embereket. Ezt nem pontosan értem, hogy miért heterókért, miért nem ajtogatott pulóvert. Na, drága szerelmeim, és még egy nagyon fontos információ, péntek van, úgyhogy kereók is lesz szerelmem. Örülsz neki? Nem látom az arcodon. Valahogy egy picit olyan, mint amikor régen valakinek, amikor nem jutott trafik. Akkor volt egy ilyen kis szomorúan, de ennek már vége szerelme, már csak 16 év és újra lesznek trafik koncepció. Úgyhogy te még addig a felnősz. Mi a kedvenc dalod? Mi fogsz ma énekelni? Fiesta, jött vele a nyelv! Fiesta, jön vele a nyelv! Mert csak szólok azok, hogy a nyár már itt van, csillagja a nyár, akár itt meg azok, olvad a faszter. Fiesta, de anyát hallgatta még a bölcsőnél, vagy hol? Tehát ez legalább 30 éves dal, te meg vagy 22, úgyhogy onnan is ismerte ilyen dalokat szerelmem? Csak a retro. Ja, hát ezért szeretsz engem is, de csinálj. Mert csak a végig kurvákat örülünk neki. Szeretjük az ilyen, picit ilyen gerontofia hajlamú fiatal embereket. Ez mindig éltet, hogy hát ha megkapja hajlalba valaki. Na! Lehet a barátaim, nem mondtam még, nem lesz, hát elmondtam. Úgyhogy köszönjük az új vendégeket is, Bélát és Gézát. Nem egymás felül ültetek szépen, ez nem baj. Nem, vigyázz, mert ott oldalról a sapkás betámad azért az a kis kacával. Úgyhogy óvatosabb fordíts meg így a kis fejedet, mert belejük közel egy 20-asba, aztán így maradsz harmadikáinkra. Én pedig még csak 31-ikában. Úgyhogy óvatosan szerelmem. Na, kezdjük a show! Szugrócsoportról műsorába életem volna az első, de kurva nem én vagyok ezért, nem tudom, hogy kikövetkezik. Azt tudom, hogy... Köszöntök minden olyan, van jelentésetleg olyan nevű vendég, hogy Dolly. A Rolli. Nem, nincsen Rolli. Úgyhogy akkor ugye a mennyasszonynak küldjük. Mi a kedves keret? Nem egy szerelmem. Barbara. Jaj, szép. Hát ez szép, de ezt mondhatod majd női hangon is. Barbara, ilyen basszus, egy sincs a költözőben életem, mint ahogy ezt mondtad, ezt a Barbarát. De lehet, hogy ez már nem ilyen KDMP kompatibilis esküvő, hanem ez a kis, kis plusz, esküvő plusz. Na, ez, akkor Barbarának is küldjük ezt a dalt. Hello Dolly, hello Betty Blue!